Hello, sziasztok! Nos hát, visszatértem egy újabb videóval. Ez végre az utolsó Jaguar videó, legalábbis a DLC keretein belülről. Ugyanis ez az utolsó Jaguar, ami még hátra van, amit még restaurálni kell. Előre félek tőle, bassza meg! Előre félek tőle. Alap motorral fogunk menni, most nem fogom scrapelni. De a poén kedvéért lehet, hogy majd a végén egy ilyen kétperces kis betekintés erejéig majd lehet, hogy föl tudjunk alapni, és megmutatom, hogy egyébként mennyire irányíthatatlan fos volt ez az autó. Na mindegy, egyre pattanjunk neki a sima restaurálásnak. Először is levesszük itt a szar alkatrészeket, amik nem kellenek. Hát igen, azért a külső rész full por, ez honnan is van, várjunk? Aukciós ez, aha. Csak nem is ronsterep, ez is jobb kormányos, ahogy elnézem. Arra mondjuk nem is emlékeztem. Na mindegy. Pedig egyébként annyira jó autó lenne, mert maga a kialakítás, az fasza. Teljesen jól meg van tervezve, de itt a játékban valahogy iszonyat. Ú, de milyen hullámos az egész karosszéria, te jó ég. Azt a kurva, mi volt ezzel? Bedobták egy satuba, vagy mi van? Na várj, ez is itt. Na jó, ez a bevágás, ez viszont érdekes. Na jó, menjünk tovább, nézzük, mi lesz itt. Ezzel, ugye van itt egy custom motor, ugye? Azt hiszem, ami még nem volt, V6 TVR, JV6, sima V6-os motor. Az se sűrűn volt mondjuk, úgyhogy nem baj, hogy egy ilyen is bejön. Na, baszki. Mi volt az VJ6? Na mindegy, V6 TVR, arra még emlékszek, de JV6-os. 25.300, az szép. Nem kevés. Na nézzük, mi van még itt. Hát először is akkor, ami itt van. Igen, ugye hátsó motoros, ugye minden szart előre raktak, ahogy elnézem. Úgyhogy gyorsan le is szedek innen. Ó, persze, hogy nem tudom leszedni a tartályt már megint. Most ez jó kérdés, hogy ezt megvettem-e. Szóval, hogy elnézem, a futómű az tökre rendben van. Egy-két dolog át, hogy jó, mondjuk ott látszik egy picike, azért ott is. Mindegy, nézzük tovább a fuse box. Az is egyébként. Inkább a doboz, amivel itt a probléma van, nem is. Jó, mondjuk ezek is 50-60%-osak, tehát ez megint az a dilemma, hogy már azért olyan határesetben vannak az alkatrészek minősége, csak éppen vizuálisan nem látszik. Nézzük a fusebox mennyi? 57. Aztán éppen, hogy csak rajta voltak ugye a foltok, úgyhogy nem tudom, ezt mondjuk egy picikét lehet, hogy még javítani kéne, hogy az alkatrészek úgymond roncsolódási effektusai grafikailag, ez picikét úgy jobban mutassa azt, hogy ténylegesen hány százalékúak az állapotuk, mert egyelőre eléggé össze-vissza van. Tehát, hogy ilyen 50% alatt kezdenek csak megjelenni így a hibák, az vizuálisan, ez még picit ilyen furi nálam. Lehet, hogy csak az én szemszögemből. Na, azt tudjuk, hogy body az biztos, hogy nem lesz. Ugye 80-szor megnéztük már, semmilyen Jaguar body tuningunk nincs, úgyhogy teljesen az alap alkatrészek vannak csak, amiket föl tudunk rá rakni. Spoilert sem tudunk rakni. Szerintem legalábbis én úgy emlékszem, hogy erre sem tudtam. Még hogyha akarnánk, se tudnánk, mert sajnos nem engedi. Hoppá, na, van most már. Bazd meg tényleg, tehát megveszem azt a szarrágó motorháztetőből kettőt, lámpából meg egyet se. Tehát ez a csodálatos egér mechanizmus. Hoppá, várjál, rendszertábla. Jó, engine cover. Érdekes, engine covernek van itt elnevezve, pedig ez igazából lehet egy, mondhatni, hogy egy hátsó ablak. Mert az engine cover az inkább ennek mondanám, ugye ez, bár ugye az meg most a body része. Na igen, spoiler nem lehet, mert hát végre van rajta egy... Hát a fasz tudja, hogy ennek egyébként mennyi értelme van, hogy egy ilyen... Kínai faszméretű dolgokat ide basztak, tehát hogy ez nem tudom mit. Na mindegy, hát ez gyári spoiler, teljesen jó.
Megnézhetjük egyébként, de szerintem esélytelen a jajjel. Szerintem még egyetlen egy olyan DLC autóval nem futottunk össze, ahol volt. Vagy ahol van lehetett spoilert rakni, de lehet, hogy ebbe is tévedek. De legalább az üzemanyag töltő az meg van rendesen csinálva. Kíváncsi ezek, hogy lesz-e összeütközős alkatrész, vagy valami ilyesmi. Jaj, várjál, még itt van egy hátsó lökhárító, nem? Vagy az... Há igen, igen, az még van, csak előtte ugye a lámpák kerülnek föl. Aha, jó, hát föl is rakhatjuk ilyen lökhárítót is. Ha már itt vagyunk. És akkor kezdjük előről szétszedni. Azt mondja, igen, különbözőek a méretek. Jó, akkor ebből veszünk kettőt, meg ebből kettőt. Jó. Na, hát a rádió az iszonyatosan nemi. Ez most megint ugye ez. Várjunk egy picit, mit elveszem. A jó ki, olyan jó kis mulatós gec. És akkor ez az elsője. A Bluetooth azt nem viszük, mert akkor azon vannak. Jó, akkor nézzük meg most a Greatest Hits-et. Egy kis rockot azért az. Azt hiszem ebben a csatornában többnyire az van. Úgyhogy... kis kellemes rockot. De majd meglátjuk, hogy sikítve érte a YouTube licensz. Na, egyelőre megvan az egyik oldal, úgyhogy most menjünk szépen a másik oldalra, aztán hátulra, egyértelműen. És nem is tudom, meg kéne nézni, hogy kell-e majd leengedni olajat. De hogy elnézem, itt távolról van fent teknő, úgyhogy valószínű kell is majd belőle engedni egy keveset. És itt sincsen egyetlen egy gumipersen is a fönt. Érdekes. De egy darab. Aha, egy darab van fent. Jó, oké. Hátsót akkor nézzük meg innen, mert itt egybe van. És ez az baszta meg egyébként, tehát ezen röhögtem, hogy iszonyatosan nem volt tapadása a hátsó részének a kocsinak, pedig 345-ös gumi van rajta, basszus. Tehát az kurva széles. Már az én, tehát hogyha a saját autómra vettem a 215-öst, az is széles baszta meg így való életben, de egy 345-ös, tehát baszd meg. Az iszonyat széles gumi már. Ráadásul 18-as méret, 35-ös profillal, tehát durva, durva. És mégis nem volt tapadása, tehát itt szerintem nagyon a játékmechanizmus az, ami kicsit el van baszva, lehet. Ja, várjál. Most vettem, nem vettem, vettem. Mi? Várjál, ez három. Igen, jó, megvannak, oké. Tehát lehet, hogy csak a játékmechanizmus az, ami egy kicsit el van baszva, és ha túl erős motor van benne, akkor kész egyszerűen képtelen tartani az autót. Igen. Megint elfelejtettem azt, amit mindig, hogy a brake diskből, abból, vagy a fake touch-ából kellene rendesen venni 4 darabot, mert az általában mindig kell, és hát, hol is van, jaj, itt van. 2. Csak most hirtelen nem tudtam, hogy a hátsó az most tárcsafékes, vagy esetleg dob, vagy valami egyéb furcsa megoldás, amiket ki szoktak találni. Jó, nézzük, van itt egy kipufogó, ami közvetlen a turbóval van beköt. Azt figyeld, az egész... nice! Na erre nem emlékeztem. Igen, tehát az egész hátsó kipufogó rendszert
Ez is milyen szépen van megcsinálva, egyenesen jön bele a dobba, és aztán a dobból egy ilyen jó kis kurtításon keresztül már megint ki. Érdekes, és ez egész egybe van. Nice. És akkor ugye dupla turbó, ha jól látom, kettő darab, igen, szépen. Azért a motor, tehát a motorja az viszont beteg. Tehát az kurva jól meg van csinálva. Azt arra emlékszem. Tehát iszonyat jó volt egyébként összerakni. De ettől függetlenül az autónak jelenleg a szar korábbi élmény miatt egyelőre egy, már most azt mondom, hogy ilyen 7 per 10-et tudok neki adni. Azért, mert tényleg tehát irányíthatatlan volt a scrappelt motorral. De lehet, hogy most ez alkalommal kihozunk valami jobbat, mert akkor mondjuk tapasztalatlanabb voltam ugye így a játékban. Nem tudtam így a trükköket, amiket lehet alkalmazni. Mit is akartam? Ja, olajat. Ó, nem is kevés volt benne. Jó, oké, és akkor azt mondja a szűrőt, nem, de bazd meg tényleg, tehát most ezt se értem, megint, ez olyan agyfasz, hogy bemegyek mondjuk ide, aha, accessible from engine bay, tehát le kéne engednem az autót, pedig egyébként vizuálisan, hát bazd meg benyúlsz és kiveszed. Tehát így, dude, what? Na mindegy. Jó, hát már csak az van hátra, illetve a motorok kiszedése meg itt van. De az akkumulátort bezzeg elérem. Az bezzeg, bazd meg, elérem, és ráadásul hogy van? Lökhárító alatt? Vegyük le. Aha, hát beszarsz. Tehát geci. Nem is értem, nem is értem. Na mindegy. Hát az akkumulátort azt megint Jedi módon, X-Men módon fogod és kiszeded, ahogy kell, mint mindig. Na mindegy. Hát ez az. Normál esetben ezt hogyan emeled ki onnan? Baszki. Ez viszont nagyon nagy kérdés tényleg, hogy a faszba? Ezt nem, tehát rohadjak meg, de szerintem ezt a motort, ezt alulról lehet kiszedni. Ezt mindenképpen csak alulról. Hát bazd meg fölülről hogyan? Egy az, hogy ott van ugye az a védőkeret. Vagy nem is tudom, ilyen erősítő váz. Ez jól tudom, ez nem csak a motorblokk résznek az erősítő válasz, hanem a karosszériát is azt hiszem erősíti egy picikét, hogy jobban tartja össze. Fölülről teljesen zárt a hely, tehát ott van az ablak is, kicsi a hely is, tehát még hogyha ki is szednék esetleg valamilyen formában ezeket az erősítőket, akkor is bazd meg innen, hogy a faszba emeled ki? Tehát el sem, mondjuk jó oldalig el tud menni esetleg, de baszki a súly miatt lehet, hogy előre emelni az egészet. Úgyhogy nem valószínű, hogy kellemes lenne ezt a motort így, tehát ezt mindenképpen úgy lehetne, hogy felemelni az autót, én úgy csinálnám legalábbis, paraszti észre, hogy felemelni. Beraknék alá valamit, ami hasonló, mint ez a kar, csak egy ilyen, egy ágy, úgymond, aminek szintén van a kereke, és lehet ugye így tologatni, stb. Felemelném az autót, aztán utána szépen lassan, pár ember segítségével visszaengedni az autót rá úgy, hogy a motor az pont ugye egy vonalba essen azzal a kis tologató autókicskával, és akkor utána szépen óvatosan valahogy a keresztül kasul mászva ugye a motorblokkon kiszerelni ugye a motorblokk tartó részét, és hát más nem tudok hagyni, hogy ráessen. Aztán ja. Bár ez az, hogy itt kalkulálni kell azzal, hogy a motor súlya mennyi, illetve kalkulálni kell azzal is, hogy az a kis tartó kocsi, amit mondjuk esetleg ilyesmire terveztek, mekkora súlyt bír el. És természetesen valami kis puha fogórészt is, vagy ilyen felfogó részt, ami kicsit tompítja ugye az esést. Bár azért minél közelebb, tehát hogyha lehet, akkor minél közelebb legyen a motorhoz, mikor leesik. Azért ne sérüljön azért. De ezt esküszöm nem tudom, tehát ez bassza meg, lehet, hogy végén megnézem egy YouTube videón, és megnézzük, hogy a faszba lehet ezt kiszerelni normális. Tehát az így eredeti úton, mert így ebből a szemszögből, így most ahogy van az autó, én azt mondanám csak alulról. Csak hát igen, azért ott is van neked egy, tehát most ennél a magasságnál is, ugye ez az első szintű emelési magasság, ez is itt megvan egy bő 30-40 centi magasság, szerintem lehet, hogy egy fél méter is megvan. Már, hát annyi mondjuk lehet, hogy nem. Ilyen 30 centi talán. És hát az is 30 centi magasságból így kiengeded a motort, ami ráadásul nem teljesen van 30 centiben. Hát szó egy vonalban van mondjuk. Mondjuk az legalább normálisan van megcsinálva, hogy itt a keret meg minden az rendesen megvan. Úgyhogy ja.
Ezt legalább megcsinálták. Na mindegy. Hát ezt most így engedjük. Aha, és most engedi a kivenni a motort. Fura. Hát ez van. Ez van. Ez itt ugye a játékmechanizmus, ez olyan, ahogy ki van találva, úgy van kitalálva, csak hát ez is olyan, hogy ugye nem autónként van be megszabályozva az, hogy most melyik motort hogy tudod kivenni, hanem egyszerűen csak a játék. Ugye a legtöbb esetben, ugye, tehát a legtöbb esetben ugye az autó motorját úgy tudod kivenni, ezért is van így beállítva, hogy ugye le van engedve az autó. De azért látod, vannak olyan autók, amiknél, na hát erre nincs lehetőség. Például nem tudom, a Ferrari-knál ott mondjuk elég nagy ugye a hátsó, ugye a motortartó kengyel, tehát ott még talán meg lehetne oldani azt, hogy fölülről veszed ki, de itt olyan kevés a hely, be lehet, hogy csak én látom vizuálisan kevésnek ezt a helyet, egyébként meg lehet, hogy kurva nagy. De szerintem iszonyat macerás lenne ebből az irányból, főleg, hogy ez a rész túl hosszú, tehát ez megvan szerintem, vagy másfél méter ugye normál esetben. Így az egész csomagtartó rész, ami ugye eléggé, hát mondjuk picinek tűnik. De így idáig, tehát így ettől a ponttól egészen idáig, ugye a lökhárító végéig, hát egy... Nagyon nem akarok hülyeséget mondani, azért másfél méter talán nem. De biztos, hogy azért nagyobb távolság. Így ebből a szemszögből, tehát egyébként nem is hiszem, hogy odáig fel tudsz venni, ugye. És ráadásul itt is vannak ugye a maximum súlyok, hogy mennyit bír el. Meg esetleg, nem tudom, lehet-e azt, hogy plusz súlyokat rakni ugye erre az oldalára, vannak-e olyan lehetőségek például, de szerintem vannak ilyen kiemelőnél, hogy plusz súlyokat tenni a hátsó részre, azért, hogyha mondjuk hosszabb lesz a kar, és ki tud emelni, akkor ne emelje meg ugye az egészet. Bár azt sem tudom, így hirtelen, és szerintem nincs is rajta, és nem is olvasható, de igen, hogy az egy dolog, hogy itt látszik, hogy mekkora súlyokat bír el, ugye maga a pont, tehát, hogy ugye fél tonna lehet az, így a leírás alapján, ameddig kihúzhatod, és még elbírja, annélkül, hogy emelni. Fél tonna. Tehát... Nem hiszem, hogy ez a motor, ez a böhöm... Ja, bocs, már nincs benne. Igen, tehát, hogy az a böhöm motor, az csak fél tonna lenne. Nem hiszem. Nem hiszem. Na mindegy. Egyre dobjuk össze a kerekeket, amik nem ebben a menüben vannak, hanem ebben a menüben. Úgyhogy jó, tehát ez eléggé macerás lehet ennél az autónál is így építgetni, meg ezek szétszerelgetni a motort. Ha csak nem fogod magad és tényleg nem kiemeled a motort, hanem helyben szeded szét. Lehet, hogy azzal jobban is jár. Ebben az esetben a szerelő is. De azért kíváncsi lennék, hogy vajon hogyan lehetne kiszerelni. Apa, ez már negyedik volt. Jó, na ez meg is van. Felfüggesztés is megvan, akkor most már megkezdhetjük szépen a motort. Azt mondja Create New Engine, és akkor V6. Ubbazzak, ha megtalálom. TVR JV6. Kíváncsi vagyok mondjuk, hogy magyarba mit ír. Igen, ezt írja valami motor névnek. Yep. Jó. Jó. Hoppá. A szép, külön... Na igen, ez volt az első autó, ahol egy olajtöltő csövet külön kellett beszerelni.
Na igen, az, hát látom, a fedél az csak szimplán fölkerül, eléggé, nem mondom azt, hogy teljes tükörképes, mert nem teljes. Itt látom, aki itt azt hiszem talán ide kerülnek majd a hajtások. A másik két oldal az rendben van, viszont a vízpumpa rész az ugye teljesen különálló. Feltéve, hogyha ez az lesz. Most hirtelen nem is tudom, de basszus, az is hogy ki van centízve ott, azt a kurva. Á, nem, ide csak a kerék jön. Jó, oké. Ja, ide jön. Két különálló vízpumpa. Igen. Igen, ez volt a különlegessége így még. Jó, akkor úgy látom, hogy először mi fel kell rakni a hengerfejet, ami szerencsére rögzítve van, helyes. Jöhetnek a vezérműtengelyek, illetve hát persze, gondoltam egyenként van rögzítve, de szerencsére csak három darab része, de hát van belőle négy, ugye? Kettő-kettő, ugye két oldalon. És a gyertyákat is berakjuk még mielőtt elfelejtem, hogy ott vannak. De egyébként kurva jól néz ki már most a motor. Teljesen rendben van. És akkor, na jó, akkor megcsináljuk az elejét, hogyha már így hozza. De basszus, mennyi kibaszott izé van itt. Keresztülkasul vannak itt a görgők meg a hajtások. Felrakjuk kis kedvenc alkatrészünket, ugye a turbófeltöltőt. Azt mondja, mi van még itt. Aha, ide hátulra is jön még egy cucc, igen, az indító. És hozzá persze még, persze a kedve, másik kedvenc alkatrészünk, természetesen örök favorit. És akkor jöhet még a másik oldal. A turbot földobom már az elején, mert nagyon zavar, hogy úgy bevilágít konkrétan a képbe. Hát igen, tehát a motor eleje az totál össze-vissza, tehát ilyen alig lehet lekövetni, mi hogy merre van. Bár tükörkép az viszonylag megvan, mondjuk az. Ugye itt igazából ez a rész, ami nem igazán egyezik az egésszel, ugye mert van itt egy feszítés. De igazából ez a rész teljesen megegyezik. Viszont a vízpumpa részhez szerintem még jön majd valami, csak egyelőre még nem adja meg a lehetőséget, hogy oda szereljem. Bár az is lehet, hogy semmi. De nem tudom, ott olyan, mint hogyha valami hiányozna, még hát itt van egy fasz a kis lyuk, szóval. Na és akkor itt van még a két darab szívolcsónk, meg a folytószelep ugye mind a két oldalon. Ennek is érdekes formája van, ez ilyen tipikus Jaguar forma szerintem. És azt hiszem ezzel kész is így a motor. Hát nem kerül ide semmi alkatrész, úgy látszik. Minden esetre beteg. Betegen néz ki ez a motor is. Ahogy megcsinálták, tehát ebből a szempontból. Emiatt kapja meg kb. Egyelőre a 7 csillagot, vagy a 7 pontot tőlem. Aztán majd meglátjuk, hogy
ezzel a sima tuningolt motorral hogyan fog menni az autó. Kezelhető lesz-e, vagy sem, stb. Meg fogjuk nézni őket. Na várjál, igen, itt a Engine Bay-be kéne valahogy bemászni. Hogy itt még ezt a két darab égszűrőt kiszedjük. Ó, basszus, rosszakat vettem meg. Na, így már jobb lesz. Aztán, hogyha már itt vagyok, akkor ezeket is szereljük, a kipufogó részeket, akkumulátor, stb. Az maradhat az is, akkor ugorjunk az elejére. Igen, egyébként ez az érdekes, tehát baszki, nem létezik, hogy nem vásár... Nem, nem. Most vagy már megint véletlen, akkor két darab radiátort vettünk, nézzük. Radiátor. Aha, még nem. Radiátor C, radiátor A. Nem, megint nem tudom, ezt imádom, hogy nem tudom leszűrni normálisan a... Pedig ja, csak ez a kettő van, tehát abból se vettem kettőt, pedig a housingból biztos, hogy vettem. Na mindegy, hát rendben, akkor megint kettőt veszünk. Na bazd meg, az is elmaradt. Oké, na hát a kérdés az az, hogy egyébként tényleg, tehát ez a hűtés, ez így nagyon fura nekem, hogy ide előre rakták ugye a hűtőventilátort, jaj, bakker. Ami igazából, bazeg, most komolyan, tehát itt mit hűt? A szélvédő mosót? A szervofolyadékot? Vagy esetleg a izét? Mondjuk a hűtőfolyadékot azt így a dobozban, oké. De ugye, most nem tudom, hogy hát elvileg a radiátoron keresztül kéne, hogy legyen vezetve, bár ugye ez itt most nem igazán van leanimálva. De basszus egyébként, hogyha a kocsiban tényleg így van megtervezve, hogy elő van a hűtőfolyadék tartály, illetve a radiátor, akkor azt még utána, hát basszus, valahogy ugye a hőt azt el kell szállítani ugye a motortérről is, de hát, hogy innen hogy van? Tehát semmi vizuális megerősítés nincs arra, hogy van hűtve a motor egyébként. Tehát ez így eléggé furán van megoldva ebből a szempontból. Na mindegy, én ezen nem akadok fent, van úgy, ahogy van, hát legyen, biztos, hogy való életben megvan oldva egyébként a hőelvezetés. Ugye a motortérből így előre, vagy valami egyéb módon, akárhogy. Egyelőre viszont csak akkor feltöltjük szépen azokat, amiket kell. Egyébként arra is kíváncsi vagyok, hogy valahol lesz-e még új DLC esetleg ez a játékhoz, mert ugye most nemrég megjelent új DLC, ugye, alig egy kevesebb, mint egy hónapja szerintem. De hogy lesz-e még ezen kívül? És végén mivel egy 2021-es játékról beszélünk, hoppá, itt a Power Steering-et azt elfelejtettük kicserélni. És érdekes, hogy ez is még jönnek DLC-k. Tehát most egyébként egy játékhoz addig jön DLC, ameddig csak gyártanak hozzá, lásd GTA 5, ami már lassan 10 éves játék. Lassan, úgymond. Aztán mennyi minden fasság jelent meg hozzá, aminek kb. 60%-a egyébként teljesen useless szar, de ettől függetlenül legalább kaptunk valamit. Jó, oké, az első rész az megvan, akkor a motortér az is megvan. A sebességváltót leszámítva. Hoppá, várjál. Én nem, az üzemanyag tartályt kellene még igen itt elő. De ahhoz fel kell emelni az autót. Jó, dobjuk össze szerintem az elejét, hogyha már így vagyunk, mert az üzemanyag tartály az amúgy is itt hiányzó alkatrész. Na, egy szíves a külső részhez mennyi, úgy. Hogy lássam az összes alkatrészt és mindent elérjek. Továbbra is, mint egy Jedi.
De szépet laggoltunk, baszki, leesett 71 FPS-re. Cute. Jó, az egyik oldal az így meg is van, és akkor ide ugye a kisebbik kell. És akkor dobjuk össze a másik oldalt is. És jól látom, akkor most már csak ezek vannak hátra. Ugye még az első futómű egyik oldala, illetve a hátsó futómű, és azt hiszem kész is az autó akkor. Azt mondja, 255-ös, igen. Jó, oké, mi van még? Azt mondja, hogy akkor a hátsó rész, illetve a sebességváltót azt is most már felrakjuk. Na baszki. Most megint kihagytam, itt is egy break, ezért fékbetét vásárol. Nem igaz. Mondom, akkor másik is. Nem, az bezek. Ja, nem, abból vettünk kettőt. Jó. Na mindegy. Vannak ilyen misztékek sajnos. Jó, rendben. Na nézzük, azt hiszem megvan minden. Szívunk egy checklistet. Aha, egy engine cover, meg ugye a rear. Hát jó, igen, a hátsó lökhárító az hiányzik, illetve az ablak. Left, vagy a left body window, what the hell. Vagy a left, 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 left. Ah, tényleg hiányzik, hogy a faszban maradt ki. És meg se vettem az alkatrészt. Jó, oké, akkor a lökhárítót azt még visszarakjuk, csak hogy tényleg rendben legyünk. Illetve akkor ugye egy engine cover az, ami neki hiányzik. What? Engine cover, V6, TVR, V6. De, dude. És ez hol van? És váltogatok itt a szerelési mód között, de bazen nem jelenik meg semmi. Ó, baszki, ne basz föl, te jó ég! Észre nem vettem volna, ha így nem villog. Baszki! Azt a rohadt élet, hogy egy ilyen vékony kis fost mind a két oldalról. Hát nem gondoltam volna, hogy ez így le van rögzítve egyébként itt ez a kábel rész, de mondjuk nem rossz, mert így legalább védve van. Na, akkor most már megvan. De érdekes, egy alkatrész volt a listában, pedig kettő volt, ami hiányzott. Na? Vagy én nem láttam a másikat? Na mindegy. Jó, egyelőre akkor ez így meg is van. Nézzük meg akkor az alap dolgokat, mint futómű beállítást. Nézzük, megyünk el lottózni. Úgy fent. Majdnem. Egyébként tényleg majdnem, mert kettő darab volt csak egyel
elrakva, egy, ami már zölden volt, és egy volt az, ami nagyon el volt csúszva. Tehát ez már egy picikét közelebb volt ahhoz, de sajnos még mindig nem volt akkor a szerencsénk, hogy mindegyik zöld legyen, már alapból. Nézzük, mire tudom festeni. Hát ez baszki, ez komolyan mondom, mert ez az autót fogalmam sincs, melyik szín állna jól, és várjunk, mi volt a gyári szín? Meg a kép. A képen egy ilyen, hát ez szürke. Én azt mondanám, hogy ilyen metál szürke. Az alap szín is inkább most olyan, de viszont a gyári az fehér volt. Ez is olyan át lett festve. És hát ez nem is olyan rossz neki igazából, ez olyan letisztult alap, de én átváltanám metalikra, igen. Nézzük, van-e matrica? Nincs, szóval hát nem is gondoltam. Ez lime green-en érdekes, piros, hát ez főleg nem. Pink totálisan. Egyszer egyébként lesz majd valamikor pink autó, ígérem. De nem tudom mikor, nem tudom melyiken, majd amelyiken úgy tényleg jól áll. Jó, a Honda S2000-et azt nem vehetjük számításba, mert az mod autó volt, tehát itt most az alapautókról beszélünk, meg DLC autókról, szóval. Bár a Honda S2000 az ugye az volt, mert hogy Suki, meg ilyen fiam, meg stb. Na mindegy, ezt most megtartom ilyen ezüst szürkém. Metalikus ezüst szürke, így sötétítettem. Ez így nekem így elnyelte a tetszésemet. Na nézzük azt a dynót, mit fut rajta. Meg azért még kell egy-két beállítás, sebességváltót azért adunk neki mondjuk egy kettőt még pluszba. De valószínű szükség lesz rá. 70-es és mondjuk egy 60-ast. ECU nincs, karburátor nincs. Oh, ez viszont meglepett. És tényleg nincs, mert hiányzó alkatrészem sincs. Igen, úgyhogy akkor ez ennyi. Teljesen szüzen, egy ABS-ünk van, aztán szavasz. Wow, ez mi a fasz volt? Geci, egy instant gondolt egyet, és megfordult a kamera. Vagy lagoltunk egyet. Meg még közben váltogat itt a szerelési módba. Mi a fasz? Na jó van, hát azért elmegyünk egy tesztkör, de a végén még itt összeomlik nekem, mint a Szent Fos. Már egy másik oldal. Közben megnézzük a belteret is. Hát az viszont teljesen alap. Egyébként itt semmi extra. De bazdmeg, egy ilyen sportkocsi, aminek ilyen karosszíria kialakítása van, és nézzek ezt a belteret. Hát semmi extra. Oké, nyomásmérő, meg üzemanyag, de az is hogy el van oldalra rakva egyébként. Vagy ez most az ajtón van, vagy mi? Ó, hogy ez az ajtón van. Na oké, jó rendben, ez azért meglepett. Klíma is teljesen alap. Jó, mondjuk azért beszélünk itt egy mikori autóról, 1992-es. Tehát ahhoz képest viszont, tehát tényleg akkoriban csúcsmodell. Egyértelműen. Na jó, rendben, menjünk egy kört, azt meglátjuk, hogy mi lesz, de előre... Ó, várjál. Ó, hát a motorolaj, tessa, a motorolaj, ez az. Egyébként érdekes, miért nem adja ki ugyanezt a figyelmeztetést az üzemanyagra is, mert hát ugye arra is kéne. Kérem szépen, mert üzemanyag nélkül továbbra sem fog beindulni ez a csotrogány. Most igen, most vetünk egy pillantást, ha már itt tartunk a kipufogóra is, mert az legalább jól néz ki. Ez egy beteg darab. Turbóra szépen rákötve, aztán meg még így ez a... Hát így azért a tuningolt verziója szép. Szép. Na jó, most már remélem minden megvan. Yep. Azon kívül, hogy nem futottuk le a dynót. Ó, bazzek, hát tényleg bejövünk dynóra, az dynó nincs meg. Na nézzük, 542 power-ről indul. Igen, ugye az előző tippeknek megfelelően, igen, mert ugye a másik motor, amikor scrappeltem, akkor ugye 1000 lóerő fölé ment, azt hiszem. Itt most alig 394 lóerőt nyertünk rajta, tehát még a duplázás sincs meg. 936 lóerő lett. Hát igen. És egyébként annyira a nagy drag ratinget nem is kapott, ugye 561-et kapott csak. Szóval nem is ment annyira föl. Na mindegy, meglátjuk, hogy most mennyire lesz irányítható. Ebből a szempontból.
Jó, hát kaptunk egy Dodge Viper-t, mint ellenfél. Nice. Teljesen jó. 584-es drag rating, tehát picivel magasabb, mint a miénk, és 30% tuning van rajta. Szemben a mi kerek 71-ünkkel. Hát ez érdekes lesz. Na, most is egy kicsikét kicsúszott. Bármint nem annyira legalább. Na jó, úgy látszik sima tuning motorral megkaphatja a 10 per 10-es pontozást, mert azért ez most elég stabilan indult. És 356 km per órát hoztunk ki belőle az egymérföldes szakaszon. Azért az nem rossz. Az nem rossz, nem rossz. Jó, oké. A videó végén meg fogjuk csinálni, igen, természetesen nem úgy fogom scrapelni, hogy szétszedem, aztán össze, hanem most a debug mod, debug menüvel fogom majd felscrapelni, ugye itt ebben az esetben full csillagosra, miután megnéztünk mindent. Tehát most megnézzük akkor a végsebességet, hogy, hogy ott mit alkot az autó. Vajon kell-e a hetedik sebesség, egyáltalán eléri-e a hetedik sebességet, és hogy mennyi lesz a max. Ezt követően megnézzük, hogy mennyiért tudnám most eladni. Ilyen szokásos infók. És azt követően fogjuk akkor egy külön kis két percben megnézni, mi van akkor, hogyha scrapelem, és megnézzük, hogy az akkori végsebessége milyen lesz. Meg a teljesítmény persze dyno rendesen, ahogy az kell. Csak látszik? Látjátok? De, na erről beszélek. Erről. Tehát ott most a drag racingben egy kurva nagy mázlink volt, inkább mondjuk azt. Hogy stabilan sikerült elindulni, itt meg most eléggé el volt baszva. Hát a lámpa világítás is el van baszva éppen. Már 370 baszki és 5. sebesség végén vagyunk. Jó, mi mindig tudja húzni. 400. Bazeg 400. Egy 1992-es autóból 400 km per óra. Azt a rohadt. 410. Oké, most vagyunk nagyjából fél pályánál. Ezt úgy látom, hogy most már nagyon határon van 421. Most már látom a falat. 23, még meg lesz 25 esetleg, legyen meg még meg az a 20. 25 már nem lesz meg. 423 és ennyi. Ez szép megállás volt. Szóval 423, oké. Fuck. Igen, szari donautot csinálni, bazzeg végizéket, karikákat, hogyha egyszerűen szara a kanyarodás éppen. Mert nem forgatja el teljesen normálisan ugye a kormányt. És megint fal. Na jó, mindegy. Amúgy is túl közel voltam a falhoz, picivel így térkép közepén kellene ezzel próbálkozni, de legyen útba semmi. Na jó, rendben. Most megnézzük akkor azt, hogy mennyiért tudnám eladni. Ebben az állapotában így jelenleg mik a
Tényleges restaurálós információk. Azt mondja, tehát aukciós házból vettük, kemény 70 ezerért, tehát azért nem volt olcsó. Bassza meg, és csak 199-ért megy el. Na ez azért nem éri meg annyira, tehát alig 130 ezer a profit rajta. Azért itt többet vártam volna, egy 300-at mondjuk azért betippeltem volna. Na mindegy, hát így is azért van bevétel belőle legalább. Minden esetre ez most akkor, hogy hát jó kerekítve mondjuk azt, hogy kerek 200 ezer. Most akkor a debug menüvel, hát ugye az a baj, hogy ilyenkor az összes alkatrész fel fogja három csillagozni. És én mondjuk csak a motort akarnám. Várjunk, hogy is van. Igen, ez a set max quality, azt hiszem az a parts max quality to 3 stars, ja. Ezt továbbra sem értem, ezt a tune a parts-ot, hogy ez mit csinál. Ezt le kéne tesztelnem egy teljesen roncs autóval, hogy ez pontosan mi. Lehet, hogy csak annyi, hogy lehet, hogy ez az, ami váltaná mondjuk a sima alkatrészeket tuningolt alkatrészre. Nézzük az üzemanyag pumpát. Az is most jó tuningolt. Nem tudom, lehet, ezt majd letesztelem egyszer külön, hát akkor viszont úgy fogjuk tudni csak. És nem tudom, ár változott? Aha, érdekes. Tehát rányomtam egy tune-t, és esett bazza meg az ár 7000-et. What the fuck? Nézzük meg, mi van, ha még egyszer rányomok. Akkor ugyanaz maradt. Csodás. Tehát ez így... Vajon egyébként akkor mit módosított, úgyhogy hogy konkrétan csökkentette az árat? Na mindegy. Dobjuk be rá akkor azt a három csillagot. Aztán meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Na így most visszamentünk, igen, 208 ezerre, tehát 8 ezeret nyertünk. Bár ugye a másiknál meg hetet buktunk, szóval azért... Akkor itt még egy hetet rászámíthatunk. Na nézzük, mennyi lesz akkor így a teljesítmény. Ugye azt hiszem 73% lett a plusz, amit az előbb nyertünk. Ha jól emlékszem. Igen, hát azért ez már valami, ez már ugye közelít ahhoz, ami volt. 95%, és most már 1054 lóerő. Ennél a teljesítménynél már problémák lesznek a tapadással. Ennél az autónál. Csoda lesz, hogyha ki fogjuk tudni belőle tesztelni majd a végsebességet. De nézzük. Mennyis volt akkor az 423, ha jól emlékszem? Jaj. Hú, basszus, hogy milyen gyorsan megy fölfele, igen, már 400 kilométer felé. Jóval gyorsabban, mint előbb. Ó, ez totálisan simán meg fogja dönteni 4.23-ot, ez már most látszik. Mert itt azért szenvedős volt a végsebessége. 4.23 meg is van döntve, igen, 4.25. Ugye nagyjából egy 20% teljesítménybónuszt kaptunk. Nagyjából az per kb, ugye? Nem fog pontosan számolgatni. 440. Bazeg, meg lesz, nem, 450 nem lesz meg, mert már most hagytuk el a félpályát. Lassan mindjárt falat érjük, de lehet, hogy még... Na, nem lesz meg, 444. Szép kereken, 444-jel fogadni? Nem, 445. És ennyi. 445 km per óra. Bazd meg, azt a kurva. 92-es autóból. Nice. I mean, that's nice.
Á, igen, ezzel nem nagyon lehet. Legalábbis normálisan nem. Na jó, mindegy, hát azért eztem nem rossz teljesítmény. Nem rossz teljesítmény, de azért óvatosan kell vele indulni, az 1-es-2-es, főt, ennekkor a lóerőnél már a harmadik sebességbe is izé felpörgött egy picit a hátsó kerék, szóval... Minden esetre rendben megkapja a 10 per 10-et, csak hogy azért ne szidjuk egyik autót sem a DLC-ből. Normál esetben egyébként a tuningolt motorral semmi probléma nincs. Itt nagyon picit azért kicsúszott egy alkalommal. De ezt leszámítva teljesen rendben volt az autó. Én azt mondom, teljesen rendben volt. Teljes mértékben elfogadom. Klasszikus autó, szóval amennyire. Ugye most már annak mondható, bassza meg. Sajnos. De teljesen rendben volt ez az autó. Na és hát akkor el is adjuk, ahogy ezt kell, ha már restaurálás, ugye azért legyen belőle hasznunk 208 000-et. És hát akkor nézzünk akkor egy picikét betekintést a következő videókra. Ugye az ígéretnek megfelelően most az elektromos autók fognak jönni, úgyhogy hát ugye abból 4 darab van, úgyhogy egyelőre csak 3-at tudok lehívni. Nézzük akkor meg, hogy valami sorrend, ugye? Legyen most már sorrend is, amiben megyünk. Tudom, így megtalálja, az Electric Car DLC 2021-es, jót nyitottam meg. Hát akkor menjünk sorban, és akkor kezdjük az elsővel, ami az Atom Renton. Azt az Atom 330, autototul, bazd meg ez a név, még mindig kiakadok tőle. Auto tutto lavetino. Hát meg, nem igaz. És egy Elenti Easy, az is jó kis kitalációk, ezek a nevek. Na most hirtelen fejből nem is tudom, hogy melyik. Ránézésre majd mindjárt megnézzük. Hát lehívom akkor az Atom Rentont, az Atom 330-at, meg a Lavetinót. A Lavetinóról már tudjuk, hogy az ugye ez egy Alfa Romeo hasonmás, ami ugye az elektromos autó koncepciójuk volt, amiről nem tudom, hogy azóta végül megjelente, vagy sem. Ez így egy jó kérdés, ennek majd lehet, hogy utána nézzünk majd akkor, amikor erről a kicsikéről beszélünk. Nézzük, mi van még. Akkor ugye lehívom a másik Rentont, ami szerintem egy faszt, ugye Lotus Elise, nem tudom melyik lehet ez. Bár nem is tudom, hogy az elektromos-e, de azt hiszem igen. És akkor van még itt egy Atom, ami ugye Tesla. Ez az, ami szerintem a Model S 3, vagy valami ilyesmit, ez egy Tesla, eléggé egyértelműen látszik rajta. De azért biztos a kedvéért csak, hogy jó infókat szolgáljak, azért megnézem egy pillanatra, hogy melyik mi is. És hát igen, egy nagyon picikét tévedtem, de majdnem jó volt, majdnem jók voltak a tippek egyébként. Szóval nézzük azért végig sorjában, hogy akkor mik is ezek pontosabban. Szóval ez ugye az Atom Renton, igen, 2006-os Atom Renton, ami elvileg ugye a Tesla Roadsternek a hasonlása. Ezután jön ugye ez a kicsike, ami az Atom 330, ami a Tesla Model 3 hasonlása. Elvileg. És akkor itt van ez az autó Tutto Lavetino. Kedves, ez lesz a kedvenc autóm, esküszöm be az meg. Nem szeretem az elektromos autókat, de ez lesz a kedvencem, csak a neve miatt. Na, ez az autó egyébként érdekes, ugyanis a mod, tehát a Quality of Life mod alapján, ami ugye az eredeti neveket állítatta volna, vagy hát ugye állítja át a játékban, ugye ez megint csak egy ilyen tip alapján, ugye ez megint csak egy DLC autó, nem dedikált DLC, hanem csak így ide fosták, aztán hello. De elvileg azt írták rá, hogy Yamaha EV Concept. Na most a fura az, hogy ugye egy Yamaha EV Conceptre, ha én rákeresek, tehát most ezt így poén kedvéért nézzünk bele egy picikét, hogy ti is így lássátok, ha egy Yamaha EV Conceptre én rákeresek, akkor az lesz vele a probléma, hogy motor jelenik meg. Tehát ez a fura, hogy folyamatosan ugye ez egy elektromos motornak ugye a koncepciója. Ugye ezek szerintem nagyon, vagy hát ilyen ilyen, ez mondjuk ez is itt egy XT500, tehát igazából tehát maga az az autó, ami egyébként előttünk van, nem jelenik meg, hiába keresek rá. Viszont, ha rákeresek arra, amit odaírtak még ugye a mod jegyzetten fájlába, úgymond, az egy Alfa Romeo, mi is volt ez még egyszer? Alfa Romeo 4C Spider Electric. Elvileg ez a másik, és ez már egy picikét hasonlít rá,
ugye arra, ami ugye a játékban van, egy nagyon picit, egyébként nagyon jól néz ki az autó, tehát ez iszonyat pofás ez az autó. Bár elektromos Alfa Romeo, tehát azért ez is egy kicsikét olyan biztos, hogy pár embert, sőt lehet, hogy még az alfások között is így mondták, hogy mi a fasz ez? Meg hogy minek gyártanak ilyet, inkább csináljanak valami normálisabb V6-ot vagy V8-ot, mi? Na mindegy. Minden esetre pofás autó, és azért látszanak a vonalai, látszanak azok a vonalak, amik ugye így egyértelműen benne vannak. Ugye itt most tehát eléggé roncsban van, de az a rész például eléggé egyértelműen utalás. És hát ugye van egy negyedikünk, amit most ide nem tudok lehívni. Az csak annyi, hogy így vizuálisan megnézzük. Ez egy L&T Easy-nek van elnevezve, ami elvileg egy Renault Zoe. Ami szintén ugye, ha jól tudom, hát ugye 2013-ban jelentek meg. Egyébként alig látok. Tehát ilyen Renault Zoe-t, azt így igazából Magyarországon is csak mostanában láttam egy-két kocsikázás során, hogy így vannak Magyarországon, úgyhogy ez inkább külföldön lehetett talán ugye egyértelműen a franciáknál biztosan. Meg talán inkább a környező országokban ott náluk. Jobban vitték ezt az autót. Magyarországra szerintem még csak most kerül majd be. Úgy használtam persze. Minden esetre ezek lesznek akkor, hát most egy ilyen elektromos autó szériát letolunk, itt akkor ezt a négy darabot, aztán utána meglátjuk, hogy mi lesz a következő, még nem tudom, meglátjuk. De lassan biztosan elérünk a 100. videóig is, amin mindenképpen a Batmobile lesz majd, ugye, a Dark Knight-os Batmobile lesz majd, ugye, amit megnézünk. Na hát, akkor addig is, sziasztok!